Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit, nagy nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig egy olyan összeállítást hoztam el nektek, amelynek az a címe, hogy egy hatalmas pók kimászott a zuhanyzójának a lefolyójából. Nyilván, mit is csinálhatna egy olyan ember, aki tart a pókoktól, mint sem ilyen videókat nézne? Teljesen logikus, nem akarom én ezt így őszintén szólva, de gondoljatok csak bele, hogy békésen zuhanyozgattok, majd pedig egy nagyobb pók, mint a fejetek, így random megjelenik. Totálisan bepánikolnék ott. Hogyha nem szeretnétek, hogy veletek ez megtörténjen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis én azt hallottam a belső forrásaimtól, hogy akkor kevesebb erre az esély. És most, hogy megvoltak hatalmas nagy promóim, szerintem bele is kezdhetünk. Aha, és egyből az elején már ott volt a pók a zuhanyzóban? És ahogy próbálja lefröcskölni vízzel, elkezdett felé közelíteni. Ezért mondom, hogy nagyon is tartok én az ilyesfajta videóktól. Mit talált ő? Az valami értékes kő lehet? Lehetséges, hogy az emberünknek most változott meg teljesen az élete, és az egész családfája vagyonos emberré vált az a kis drága kő miatt. Nekem is ugyan ez lett volna a reakcióm, hogyha nem durvább. De nem is a lefolyóból jött ki az a pók. Ő már bizony ott lehetett szerintem régóta. Már békésen beköltözött oda, meg kialakította az otthonát, te pedig megzavarod szegényt. Hogy próbálok kampányolni a pókokhoz? Ez a csávó konkrétan pedig a valóságban Minecraftozik. Ez a hal farm. Hát okosan kell itt dolgozni, nem pedig megerőltetve. Csóri kisrác! Nem áll! Tudja, hogy nagyon megijedne, hogyha megfordulna. És mennyire szerencse, hogy ott van az az üveg. Meg hogy nem repette, aha! Hogy neki jöttek ki pókok a lefolyójából. Ez a videó igazi? És nem szerkesztett? Nem már! Én nem akartam tudni, hogy ilyenek léteznek. Annyira műhangja van pedig. Egyen meg! Milyen kis pici malac! Na őt elfogadnám amúgy házi állatnak itthonra. Ettől az agyunk teljesen le fog döbbenni, meg sokkolódni. Mit csinálnak ők? Az egész osztályt mini Einsteinekből áll, és valamit számoltak. És ott is van a végén, hogy 49 volt a megoldás. A kisrác is annyit mutatott fel. Hát én arra sem jöttem rá, hogy mit kell itt csinálni. Ja, gondolom, hogy ahol mínusz volt, ott kivonni az eredeti számból. Ahol pedig semmi, ott hozzáadni talán. Vagy valami durvább logikai összefüggés volt, és a srác rá is jött, meg ki is számolta. Na ő bizony a Harvardon fog végezni, már most látom a szemében. Meg kell találnunk a hibát. Na de mégis hol lehet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A számokban nincsen hiba, tuti, hogy akkor a betűkben lesz. Can you find the... The... Aha! Kétszer van az, hogy the! Hát azt hitted, kedves arc, hogy kifoghatsz Mr. Roberten, de hát ez nem jött össze, amikor jót akarsz cselekedni a természetnek. De hát... a természet közbeszól. Ezt hogyan sikerült kiviteleznie? Hogy pontosan
akkor esett le az a Luffy? Erre mennyi esély volt? De komolyan! Mennyire jól van ez megcsinálva? Annyira élethű! Brutálisan profi munka ez! De hát az állatok bedőlnek neki! Elsőre! Szerintem engem is simán átverne! Milyen kis cukorfalat! Bár azért én félnék tőlük, nem is kicsit. Na ilyen gyűrűt én még életemben nem láttam. Amely konkrétan olyan, mint egy egér. És tudod vele irányítani a különböző eszközeidet? Mintha nem is élne az a kutya, hanem szinte egy püskutya lenne. Na melyik a rajzolt? Bízzátok a bátyjára! Hát az már tuti, hogy nem rajzolt, szóval kizárásos alapon ez a kettő közül döntsük el, de az a baj, hogy bizony nem állítottam meg, és kiderül, hogy ez sem rajzolt, pedig én erre mondtam volna. Hát de ezt sem hinném, hogy rajzolt. Az lesz a hatalmas nagy csel, hogy a ceruza rajzolt, nézzétek meg! És ez nem egy igazi ceruza. Ó, hogy ez egy igazi ceruza. Hát az probléma, ez a bajom amúgy mindig ezekkel a videókkal, hogy olyan szinten megbírnak vezetni minket. Ő most bizony a kutya mennyországban van, és szerintem évekig el lenne ezzel. Nem már! De erre is mennyi esély volt! Tudjátok, életében először szabálytalankodik, és egy záróvonalon keresztül kielőz. Erre pedig odaszpónol a rendőrség, és már megy is utána, és viszi a kis csekkét, hogy bocs haver, nem kellett volna ezt megtenned. Hát a fejed sem fér ott át, te macsek. És hogy átugrotta? De milyen kis édesen. Átnézett felette, hogy mehetek? Hát persze, hogy jöhetsz. Ott is van nekünk a táblánk, hogy ne menjél le, mert életveszélyes, meg belehalsz. Erre pedig te mit csinálsz? Lemész, nyilván. Én ezt sem mertem volna bevállalni, még akkor sem, hogyha nagyon profi síelő lennék. Ez amúgy lehetne egy szolgáltatás is, hogy már nem elég az, hogy a kiszemeltednek, vagy a szerettednek virágot küldesz, küldjél virágot aranyos kutyákkal, ugyanis úgy nagyobb sikert fogsz aratni. Na ez kamu! Ne mondjátok nekem, hogy ő irányította! Ez nagyon is kamu! Hát az egeret nem is mozgatja! Csak random játszadozik a billentyűzettel és néz, hogy milyen hangja van, közben pedig valami random gameplayt bejátszottak. Na én ezt nagyon is kipróbálnám, bár erről már láttam videókat, amelyben emberek először megpróbáltak ráállni, és konkrétan fél métert sem haladtak. Hát azért én itt félnék, így őszintén és férfiasan bevallva, főleg akkor, hogyha a kutyám így begyorsul. Na ezt én nagyon is kipróbálnám. Egy kapszulában biciklizel fekve. Mennyire jó már! És miért nincsen ilyen Magyarországon? Hát itt is van a bizonyíték arra, hogy ennyi bőven elég a boldogsághoz. Mennyire csodálatos helyeken vannak. De azért eléggé veszélyesnek tűnik ez laikusként. Ő úgy néz ki, mint a Dragon Ballból a macsek. Vagy nem is a Dragon Ballból, a Pokémonból, nem?
De hogy nem? A Pokémonból a boss! Hajrá kisrác, én szurkolok neked! Le fogod dönteni az összes bábút, hát persze, hogy le fogod dönteni! És hogy kicentisz te? A felnőttek nagy része... nem lett volna erre képes. Emberségből mennyire jeles már ez? Hogy mindenki integet neki, és gondolom ez volt minden álma, hogy láthassa ezt a meccset, és hát nem is akárhonnan. Nézi, hányszor próbálkozhatott ezzel, mire összejött? Hát, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ezt a cipőt én nem venném fel. Nem füstöl kicsit sem. Bár eléggé egyedi, meg különleges, meg nagyot néznék, hogyha valaki meglátnám ezt az utcán, de hogyan folyik ott a víz? Az egy idő után kifogy? Onnan nem. És mennyire vagány megoldás lenne, hogyha az a víz úgy lenne megoldva, hogy folyamatosan folyna, mert olyan komoly kialakítás lenne a cipőjének. Hát egy igazi úriembert láthatunk, hogyha ezek után a nő nemet mond neki, én nem hiszek az igaz szerelemben szinte. Na ez eléggé veszélyesnek tűnik. Nagyon gyorsan mennek vele. Hogyan fékeld meg, hogy jaj, már megint utazol, és hogyan vágj fel a különböző közösségi médiáidon? És komolyan az a kérdés, hogy ez vajon kamu, vagy igazi? Hát persze, hogy igazi, nem látjátok? Most, hogyha valaki nem értette volna, csak ironizálok és viccelődök. Mi ez a szerkezet? Ezt otthon a kis sufniában ő készíthette, hogy ő bizony repülni fog. De uram, ki volt azt találva, hogy te hogyan fogsz leszállni ezzel? Bár csak ki tudja kapcsolni. És akkor... leereszkedik. Milyen édesek voltak ketten. Rendes, nagyobb a kutya, mint a kisgyerek. Aha! Az a pók van akkora, mint a fejem. Hogyan bánnak az angol emberek a pókokkal? Na hogyan? Fogj meg egy lángszórót és daráld be! De mi volt itt a bánásmód, hogy nem tettél semmit? Csak videóztad, vagy vizu? Jaj! Én nem tudom, hogy mit csinálnék akkor, hogyha ezt látnám. Hát kihívnám a pókirtókat itt. Mert valljuk be, ez egy olyan óriási pók, amelyet egy kis papuccsal nem bírnál lecsapni. Bár egy ásóval mondjuk simán. Hát fel kell hozni, utána pedig el is áshatod. Egyen meg! Mennyire segítőkész! A dolgozóknak nagyon is jó dolga van. Kíváncsi lennék, hogy erre vajon betaníthatták-e, vagy pedig csak így magától eszébe jutott, hogy nekem segítenem kell, és ez mostantól az én feladatom. Ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, oda is kérlek iratkozzatok fel, ugyanis pörgetjük ezerrel a durvábbnál durvább gameplayeket, hogyha pedig esetleg a csengőt még nem nyomtad volna be, akkor mindenféleképpen tedd meg, ugyanis akkor elvileg nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok! Oh.